Farkas Zoltán, a Békés megyei önkormányzat alelnöke, aki most már a Fidesz-ország gyűlés képviselésében, újságként a parlamentben van. Arra szeretném kérni, hogy társadalom mutassa be, az első élményei, hogyan tetszett ennek az alapvetően is. Én azt gondolom annak, aki beült a Magyar Köztársaság parlamentjébe, az alapülés az mindig egy felemelő érzés, és számomra is egy felemelő érzés volt, hiszen egy olyan dologban volt részem, amiben még soha csak televízión keresztül láttam a korábbi parlament alapüléseket. Ezt most személyesen átélni, ez egy óriás és felemelő érzés. Elmondani az esküszövegét, elénekelni itt a magyar himnuszt, és elénekelni a székely himnuszt a végén. Bár ez egy kicsit spontán, de én azt gondolom, hogy méltán büszkék lehetünk arra, hogy megalakult ez a parlament, és hát én meg méltán büszke vagyok arra, hogy a szavazók jóvoltából volt lehetőség erre, és hát ezért a köszönet is jár a szavazóknak. Képviselő úr, egy bizottságban fog tevékenykedni, miért nem ezt választottam? A Honvédelem és Rendészeti Bizottságnak leszek a tagja, most már bizonyosan, hiszen a mai napon a ház elnöke bejelentette, és a parlament szavazott is róla, hiszen pénteken még nem volt lehetőség arról szavazni, hogy az én bizottsági tagságom is napirendre kerüljön, mert a szintikusi nemzetbiztonság átvilágításon át kellett esni. Ez mára megtörtént, és természetesen tagja leszek ennek a bizottságnak. Nyilván ezzel a szakterülettel az elmúlt időszakban foglalkoztam több alkalommal, így ez áll hozzánk közel.